Maszkban érkeztek a vizsgálóbizottság tagjai az első ülésre, ahol kimondták, hogy a testület megkezdi működését, és a jövő év végéig elkészítik jelentésüket. Több ciklus ügyeit vizsgálják majd, így a bálna építésének körülményeit, a 4-es metró építését és a 3-as felújítását, de a parkolási rendszer, az elektronikus jegyrendszer vagy éppen a fővárosi patkányírtás ügye is napirendre kerül majd. Talós István szerint a több ciklus ügyeit vizsgáló bizottság nem más, mint egy offenzív kampánystratégia 2022-re. A volt főpolgármester az ATV-nek azt mondta, még a nyáron ő maga rendőrségi feljelentést tett azokban az ügyekben, amit most akarnak vizsgálni. A rendőrség a feljelentést elutasította, tekintettel arra, hogy jelenleg semmiféle korrupció gyanút fennállni nem látnak, így aztán annyi már is bebizonyosodott, hogy Kerper Frónius úr megalapozatlanul használt a nagy nyilvánosság előtt, megelőlegezve az esetleges semmit, a korrupció gyanús kifejezést. Kevésbé tudjuk komolyan venni, hogy elment kávézni a budapesti rendőrfőkapitány úrhoz, és ott hirtelen minden ügyben feljelentést tett. A vizsgálóbizottság elnöke szerint furcsa, hogy Tarlós István csak a testület felállításának hírére fordult a rendőrséghez. Tarlós István azt mondta híradónknak, ha hívják, nem látok ott arra, hogy ne menjen el a vizsgálóbizottság ülésére, de megjegyezte, hogy főpolgármestersége idején az ellenzéki képviselők nem mentek el a 4-es metró ügyeit vizsgáló bizottság ülésre. Zugló polgármestere, a Szocialista Párt fővárosi frakció vezetője, Horváth Csaba, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azért mondtam az utóbbi titulusát, hadd kezdjem, megígértem Kárász Robertnek, semmiképp ne aludjon ma Robi rosszul, hogy ezzel kezdjük, hogy 4-5%-on áll a Szocialista Párt. Mit gondol ön erről? Mit lehet ezzel a számmal kezdeni? Az MSZP elindult egy határozottabb úton, éppen most egy társelnöki rendszert fog bevezetni, láthatóbbá, szerethetőbbé kívánja tenni azt a politikát, amit képvisel. Konkrétan mivel? A baloldali emberek, a munkájukból, a bérükből élő emberek képviselete, ezekhez a gyökerekhez térünk vissza erőteljesen, de természetesen az, hogy most az MSZP 5 vagy 10% áll éppen, ennek kisebb a jelentősége, mert 2022-es közös kormányváltásra készül az ellenzék, minden időkhöz képest korán sikerült megállapodni abban az ellenzéki pártoknak, hogy mind a 106 körzetben közösen indulunk, közös jelöltekkel, közös programmal, közös miniszterelnökkel. Tehát megadjuk végre az esélyt, és másfél évvel ezelőtt, tehát a választás előtt arról beszélhetünk, hogy legalább a politikai feltételei adottak lesznek. És akkor közösen tudjuk elvégezni azt a munkát, hogy ez a kormányváltás megtörténjen, és utána Magyarország egy valóban jobb helyé válhasson. Szerintem ez az igazán fontos, hogy most azon belül a nap szintjén melyik párt hány százalékra mérik, ez kevésbé érdekes. Még egyetlen kérdést röviden ezzel kapcsolatban engedjen meg, aztán térjünk át a főváros ügyeire. Ön szerint van-e olyan határidő, amire biztosan el kell dönteni a közös lista kérdését? Úgy látszik, hogy rajzolódik ki most megint egy olyan, a Jobbik által régóta használt retorika, hogy régi pártok, új pártok, amit most a Momentum elnöke is használ. Igen. Én nem a közjogi határidőt mondom, mert az nyilván a választás előtt durván 3 hónappal ott el kell dönteni bizonyos kérdéseket, de jövő év legkésőbb szeptemberéig meg kell lennie a közös miniszterelnök jelöltnek, és el kell kezdenie a kampányát, meg kell lennie a 106 egyéni képviselőjelöltnek, a közös programnak, és magának, annak a munkának pedig meg kell kezdődnie, hogy sok 10 000, 100 000 aktivistával az utcára kerülve, remélem, hogy a Covid addigra lefut minden következményével együtt, megismertessük Magyarországot azzal az alternatívával, ahogy élhetnénk, ahelyett, ahogy most kell élnünk. A féle finom átvezetésként a főváros ügyeire akkor még hadd kérdezzem meg, hogy elképzelhetőnek tartja-e azt, hogy a jelenlegi főpolgármester Karácsony Gergely legyen a közös miniszterelnök jelölt? Természetesen, de ez majd az ő személyes döntése lesz, hogy ő ezt vállalja, tudja vállalni, vagy egyáltalán milyen feladatot szám magának. Nyilván egy főpolgármesternek... Nem lehet hátrány, hogy ő esetleg használható ellen az a retorika, hogy lám-lám elkezdett egy fontos feladatot, és már hagyná is ott? Nem, ezt nem hiszem. Én azt gondolom, hogy a főpolgármester, jelen esetben Karácsony Gergely, mindenképpen egy fontos szereplője lesz a 2022-es választásoknak, ahogy nyilván kisebb léptékbe, de szombathelyi ellenzéki polgármesternek, a pécsinek, a miskolcinak, vagy éppen a zuglói polgármesternek is van jelentősége, és nagyon sokat tudunk tenni azért, hogy a kormányváltás bekövetkezzen, és utána valóban egy normálisabb irányba forduljunk. Hogy Karácsony Gergely speciális helyzetében, akit a legnagyobb arányban választanak meg közvetlenül,
mert a miniszterelnöket sem választják közvetlenül. Így a legnagyobb demokratikus A legnagyobb demokratikus választásnak a győztese adott esetben lehet-e egy jelöltje ennek a kihívásnak? Szerintem minden további nélkül, de mondom, ez még nagyon messze van, és ez az ő személyes döntése kell, hogy legyen. Nézzük a közgyűlés ügyeit, az ülést. Nem tudom, melyik lenne a helyes fontossági sorrend. Biztosan szeretném önt kérdezni a temetkezések árának a költségeiről, amit 15-20%-kal szeretnének növelni. 2014 óta nem változott. Nagyon súlyos kritika érte ezt az ötletet. Igen, ezt árnyalnám. Tehát ennek az átlagos emelésének a mértéke 10-11% között van, csak vannak tételek, ahol ez, ahogyan is mondja, 15 vagy adott esetben 20%, ez alapvetően a hagyományos temetéssel összefüggésbe. Miért szükséges ezt most napirendre tenni? Hát konkrétan 1,7 milliárd forintot kellett a fővárosnak az utóbbi években beletenni a temetkezési vállalat büdzséjébe, hogy ezt finanszírozni tudja. Lenne benne szociális segítség? Igen, és ez azt jelenti, hogy mondjuk aki mondjuk egy 20 millió forintos temetést celebrált, van ilyen is, tehát egy nagyobb temetést, az is 34 ezer forintos támogatást kapott, mert hogy normatív alapon mindenki megkapta, minden temetés megkapta ezt a támogatást, és az a mondjuk nehéz helyzetben lévő, aki mondjuk papírkoporsóval volt kénytelen a szerettét eltemetni, ő ugyancsak 34 ezer forintot kapott. Ez rettető igazságtalanul hangzik, így valóban van. Differenciálnak rá és így van, és a nyugdíjas parlamenten megkezdtük az egyeztetéseket, a mai napon fölállítjuk a fővárosi idősügyi tanácsot, és abban állapodtunk meg a szervezetekkel, hogy erre egy olyan szociális modell dolgozunk ki közösen velük, amely ezt az igazságtalanságot helyreteszi, és azoknak ad nagyobb segítséget, akik erre ténylegesen rászorulnak. Ez nagyon fontos, amit most elmondott. Ez a fővárosi idősügyi tanács konzultációs egyeztető fórum lesz. Mi a jelentősége? Miben tudnak ők részt venni? Gyakorlatilag mindenben. Tehát minden olyan kérdésben, ami az ő mindennapi életüket, akár egy beruházásnál is fontos szempont lehet az idő. Idősügyi szempont, a fenntarthatósági szempont, hogy az idősek ezt hogyan tudják igénybe venni. Mondok egy példát. Ott van az M3-as metro akadálymentesítése. Tarlósék nem akarták akadálymentessé tenni a metró felújítása során az állomásokat. Akkor indítottam egy népszavazási kezdeményezést a teljes akadálymentesítésért. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt most jól mondtam, mintha lett volna a korábbi főpolgármester vendégünk, és kimondottan kiállt az akadálymentesítés mellett. Hát, ő egy hosszú helyzet után, a végén. Szóval először ő onnan indult, hogy azt mondta, hogy azért nem akar akadálymentesíteni, mert ezrelékben sem kifejezhető azok száma, akiknek ez fontos. Innen fordult nagyot, én akkor elindítottam egy népszavazási kezdeményezést, nagyjából 100 000 aláírásnál tartottunk, amikor Tarlós úr bejelentett, hogy inkább akadálymentes lesz, mielőtt kiírtuk volna a referendumot. Tehát csak így, pontosítani akartam, de térjünk vissza a jelenhez. De a lényeg az, hogy ez például egy olyan tétel, ami az időseket nagyban érinti, hogy ők hogyan tudják igénybe venni a közszolgáltatásokat. Például egy BKV járműcsere programba nagyon fontos, hogy az idősek szempontjai, speciális szempontjai hogyan érvényesülnek. És akkor a szociális segélyezés, vagy éppen az idősek támogatása, vagy adott esetben idős otthonok, szociális otthonok, egészségügyi otthonok. Tehát 1000 dolog van, amiben a főváros, vagy a kerületi önkormányzatok, vagy egyáltalán az önkormányzatok közösen fellépve az idősügyi tanáccsal képviselni tudnak akár városi ügyeket, akár kormánnyal kapcsolatos, vagy a kormánnyal szembeni közös problémákat. El ne teljen úgy az időnk, hogy nem beszélgettünk egy kicsit a vizsgálóbizottság ügyeiről. Tarlós István korábbi főpolgármester azt mondta, hogy nincs erre szükség, hiszen nem nyomoz a rendőrség, bár ő kérte korábban a nyomozást. Kepel Fronius Gábor főpolgármester helyettes pedig azt mondta, hogy szerint ez nem csak büntető jogi kérdés, sőt politikai vezetői felelősség kérdése. A kérdésem az, hogy milyen eszközeik vannak arra, hogy úgymond nyomozási tevékenységet, kutatást folytassanak, ami mindenki számára politikai állásfoglalástól, ízléstől, habitustól függetlenül elfogadható lesz, ahogyan akár egy nyomozás eredménye, vagy egy bírósági döntés elvileg mindenki számára kötelező is, de elfogadható is. Tehát, hogy nem az lesz, hogy abból a szélből az fúj, vagy abból a lyukból az a szél fúj, ahonnan, ahogyan akarják. Nem akarom vádolni a rendőrséget, de azért hagyd mondjak egy egyszerű példát. Ha most itt lenne ezen az asztalon egy konkrét ügyben, mondjuk a BKV elektronikus jegyrendszerére elköltött 12 milliárd forint ügyében az a jelentés, hogy elköltöttek Tarlóség 12 milliárd forintot, és a végeredmény az konkrétan ez a nulla, amit mutatok.
Nem lehet másként értelmezni, hogy valakik hibáztak, adott esetben bűncselekményt követtek el. De hogy mondja, hasznos lenne, ha ezt a rendőrség mondaná. De ezt el fogjuk végezni, ezt a munkát, le fogjuk írni. Ha feketén-fehéren BTK-val alátámasztva lenne egy jogi íromány, hogy XY a konkrét felelős és bűnös ebben az ügyben, mert hogy tetten érhető ezek és ezen bizonyítékok alapján, és ezzel besétálnánk a rendőrséghez, vagy a nyomozóhatósághoz, higgy el, hogy ezzel pont az történik, ami Tarlós úr által kezdeményezett esetekben. Tehát ez a terv akkor? Olyan háttérmunkát végezni olyan háttérmunkát... a nyomozóhatóságok számára, amit ők most még nem végeznek el, de hát ha megkapják, akkor jobb nem, akkor lehet, hogy nem voltam elég pontos. Elvészes, tehát ha bevisszük a nyomozóhatóságnak, ők rá fognak tekinteni a becsukott dosszéra, és közölni fogják két hét múlva, hogy nincs itt semmi látnivaló, tessék tovább sétálni. Ennek akkor lesz csak és kizárólag következménye, hogyha 2022-ben kormányváltás lesz. Sajnos ez a helyzet. De ettől függetlenül ezt a munkát azért érdemes elvégezni, mert az embereknek be lehet mutatni az igazságot. Kettő, a nyomozó hatóságok 2022 utáni munkáját meg pedig meg lehet könnyíteni. Mennyi idő lesz ezt a munkát elvégezni, ön szerint? Jövő év december 31-ig adtunk erre időt. Ez 10 téma, tehát nem kevés feladat, tehát nem egy kérdés kell több mint egy éven keresztül vizsgálni, 10 párhuzamos téma fut, a jegyrendszertől egészen a metró felújításokig, a parkolási kérdésekig. A Fidesz például a kombinó villamosokat kívánja vizsgáltatni, viszont nem kívántak benne részt venni, a bizottság mégis azt a döntést hozta, hogy akkor, ha ők hozták a témát, akkor vizsgálják ők. Tehát van nagyon sok olyan kérdés, amiben érdemes lesz tudni az igazságot, és ezeket a részleteket mindig egy lezárt jegyzőkönyv után be is fogjuk mutatni. Fogunk még erről sokat beszélni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget.